Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Nem másról vagyok képzelő, mint a busz megállóban. Itt vagyok a semmi közepén, majdnem ugye a semmi közepén, egy kicsit távolabb a Gold Coasttól, és leültem egyet ide a busz megállóba, kijöttem ide egyet filmezni, de nem a buszra várok, képzelő, nem a buszra várok, ugyanis a Mazda az ott, látod ott áll a háttérben. Kivezettem egyet, mert szép az idő, szépen süt a nap, és szeretek erre elvezetni ide a semmi közepére, végül sem semmi közepén, mert itt jönnek-mennek az autók, ahogy látod. Ez egy ilyen busz megálló, és itt megáll a busz itt-ott néha, nem tudom, hogy milyen sűrűn, és ki van írva, hogy itt nem lehet megállni, mert mutatom. Látod ott a tábla, nem lehet megállni 6-tól 9-ig, 2-től 4-ig, kivéve ugye az iskolabusz, és most meg lehet állni, mert meg vasárnap is van, úgyhogy ilyenkor meg lehet állni. Kivezettem egyet, de szeretek kivezetni egyet ezeken az utakon, alig van itt egy-két autó, mármint erre van ez már a főút, de onnét jöttem, látod, onnét arra nem sok minden van. Egyébként ilyen farmos házak, meg ilyen cukornádas, és tudod, mit néztem az előbb? Ezt, oda nézzél. Itt van egy ilyen út befelé, de be a cukornádasba, már egy ideig eljövök. Te, látod? Még nem lenne kedvem bemenni, ki tudja, hogy van ebben kígyó vagy nem. De ilyen horrorfilmet biztosan le lehetne forgatni. Majd talán egyszer visszajövök. Na mindegy, hogy most visszajövök az autóba, aztán elindulok arra kifelé. Lehet, hogy lenézek ide a partra, ugyanis van itt egy ilyen part. Aztán, amit akartam nektek mondani, már mikor is akartam mondani, de elfelejtettem, képzeld el, valószínű, legalábbis azt mondják, hogy ide fogják építeni az új Disneylandet, ide Ausztráliába, ugyanis gondolkoztak rajta, hogy ide is kellene építeni egyet. Erre valóban a helyre, lehet, hogy nem pont ide, de vagy erre felé, vagy arra felé, vagy valamerre, hogy mikor fognak nekiállni, fogalma nincsen, csak számomra olyan érdekes. Most itt van a semmi közepén, mégis csak van egy cukornálasra, farmos házzal, és azt mondták, hogy ha ide építik a Disneylandet, akkor köréje építenek egy új várost, és mondjuk mire az el fog épülni meg minden, de tudod hány éves leszek? Leszek körülbelül, lehet, hogy a 60-70 éves, de a Disneyland az előbb el fog készülni, szerintem egy ilyen, nem tudom, ilyen 10 éven belül, hogyha nekiállnak biztosan. Most már ben volt a hírekben többször is, hogy valóban ide akarják majd építeni. Én nagyon izgatott vagyok, de mire oda kerülünk, hogy felépül az egész város, az a baj, hogy én már túl öreg leszek. Bár még akkor sem tudok jönni egyet ide, aztán körbenézni, és na minden. Számomra érdekes, ugyanis én rettentően szeretem a Disneylandet. Ugye ezt mondtam a tegnapi videóban is, mikor elmentünk a Lucas-szel, a feleségemmel. A Davis-t is nagyon szeretném elvinni majd, de előbb-utóbb egy pár éven belül, mikor ugye annyi idős lesz, és ugye tudja, le tud ülni egy helyre, és tud repülni, meg még egy kicsit úgy nehéz vele most ugye menni hosszabb távra, útra. Na ugye, úgyhogy indítom az autót, aztán megyünk. Elkezdtem ide a partra, a kikötőbe inkább utatom. Nézd, ott állnak a hajók, látod? Ide ki lehet kötni a hajódat, várj egy kicsit, arrébb megyek. Amúgy itt van hajó eladó is, tehát vehetsz a hajókat, amilyen eladók. Itt megnézheted őket, látod, itt állnak kint a vízen. Jó nagyok, te! Ott látod, ott a kikötő. Most nem szállok, mert nincs amúgy itt semmi. Ott megnézheted a hajókat, ha akarsz, vehetsz is egyet, valami tetszik. Itt meg van egy ilyen hajó javító, látod? Ott áll benne a nagy hajó, kisebb hajó, meg nagyon sok ilyen lehozták hajókat, tehát itt le is takhatod a kisebb csónakodat, hajódat, aztán mehetsz egy kört a vízen. Na, arra menjünk tovább, nem jön semmi. Van itt nagyon sok szép hajó, oda nézzél. Látod? Sokan jönnek ide. Nem is tudom, melyiket fogadnám el. Valami szép, nagyot, olyan hosszú útra el lehetne vele menni valaki ki a tengerre. Aztán itt van egy túloldalt, nem itt, hanem a túloldalt, ott lehet hajót is bérelni. Már itt inkább ilyen kisebb csónakot. De ahhoz kell jogosítvány, ugyanis, hogyha hajót akarsz vezetni, nálunk itt Ausztráliában kell hozzá jogosítvány. Már szerintem mindenhol kell hozzá jogosítvány. Kivéve, hogyha ilyen nagyon kicsi kis csónak, akkor nem kell hozzá. De ha rendes ilyen nagyobbat akarsz vezetni, vagy ilyen nagyobb csónakot is, ugye, ha jól emlékszem, 10 lóerő fölött, akkor kell hozzá jogosítvány. Ami jó, nekem van jogosítványom. De nincsen hajom. A jetskire külön kell jogosítvány. Hogy miért? Régen nem kellett. Ezt megváltoztatták ezt, úgyhogy most a jetskire külön kell, gondolom a pénz miatt. Mert nagyon sokan vesznek mostanában a jetskit. Olyan, mint a motor. Már múltkor kérdeztem a Lucas-t, hogy egyszer vennénk hajót, vagy jetskit, melyiket vegyük. Azt mondta, hogy a hajót. Ugye abban belefér az egész család a jetskire, meg max 2 vagy 3 férünk rá. Na, aztán kísértem. Látod?
ide kiértem a főútra vissza, és arra el lehet menni, amire nem megyünk. Én azt mondom, hogy visszamegyünk, és elmegyünk hazafele. Na, kimegyünk az autó előtt. Visszafordultam, ugyanis akarok neked valamit mutatni. Idefele láttam valamit, úgyhogy megmutatom. Na várjál, félrehúzok, aztán mutatom neked, hogy mi van itten. Látod azt a templomot? Látod, hogy néz ki? Ilyen régi. Oda nézzél, látod? Oda nézz, milyen régi templom lehet. Te! Ahogy ma vasárnap van, de nincsen itt senki a templomban, én érdekesnek látom, ilyen régi stílusú, régi építésű, itt kint a semmi közepén. Nem tudom, olyan, mintha a filmből vették volna ki, komolyan mondom. Ilyen, nem tudom miért, de ilyen horrorfilmből, látod? Ottan mögött ez a cukornádas, mindjárt kijön a texasi gyűzé, láncfűrészes, még van mellette ilyen ház is valami, de... Ami van egy ilyen iskola is, tehát vannak itt azért házak, ilyen farmas házak, meg ahogy látod, van templom is, meg mondjuk boltot még nem láttam itt a közelben. A golkosztól körülbelül egy olyan 40 percre vagyunk, úgyhogy nem tudom, én szeretek, ahogy mondtam, én szeretek itt autózni, ilyen érdekes dolgokat lát itt az ember, és nem tudom miért, de filmezés, ezt is olyan jól lehetne használni, oda nézzél, látod? De valami ilyen horrorfilm, hát Mindegy, majd egyszer. Csak kell valami filmötlet, hogy milyen horrorfilmet csináljunk. Meg hogyha horrorfilmet csinálunk. Na mindjárt. Jó, most megfordulok, aztán megyünk. Lehet, hogy megmutatom az iskolát is, hogyha erre lesz. Ugyanis annyi úton jöttem össze-vissza, hogy nem fogja, azt tudom, hogy merre kell már hazamenni. De azért majd csak hazatalálok. Na menjünk. Na oda nézzél, megtaláltam az iskolát. Itt van ez szembe jobb oldalt. Itt vágják a füvet. Hogy az iskolába oda néz, van még ilyen pálya is, látod? Teniszpálya, kosárpálya. És ez az iskola itten. Oda nézzél. Látod? Kicsi kis iskola, ilyen, nekem tetszik. Amúgy van itt egy-két ház, oda nézzél, látod? Ilyen érdekes, régi stílusú ház. Úgyhogy megyünk tovább. Nem tudom, hogy látod-e vagy nem, de itt az autópálya mellettem, látod? Látod, milyen lassan mennek? Én gyorsabban megyek itt ezen az autópálya melletti úton. Én nem tudom miért, hogy megint valami karambol van, vagy valami, vagy túl sokan mennek le a golkosztra. És ilyenkor a hétvégén, ugye szombaton vasárnap rettentő sok ember megy le a Brisbane-ből, meg a Brisbane, meg golkoszt közötti helyekről, és akkora forgalom, hogy csak állnak az autópályán, komolyan mondom. Na, kiértem én is, úgyhogy megpróbálok elmenni valami más irányba, nem akarok rámenni az autópályára, mert sosem fogok hazaérni. Oda nézzél, látod? Piros megint a fejem, megnyomta egy kicsikét a sapka. Most értem hoza, aztán még le se ültem, csak ittem egyet, és... Na, gyere! És megyünk ebédelni valamit, hova bújsz? Ugyanis ma nem fejezett a feleségem. Milyen helyzet? Azt mondtam, hogy nem volt kedve, úgyhogy inkább elmenjünk ide és eszünk valami ilyen halat, azt hiszem. És itt van mellettünk ez a halas, és a tárulnak ilyen halat, fish and chipset. Amúgy jöttem haza, és képzeltem, amikor visszajöttem a golkosztra, annyi autó volt kint, már mindig sok autó van kint, de ilyen hoppá, kérfú! Ilyen szép autó, ugye ilyen nagyon drága autók, ilyen Ferrari, meg McLaren, meg Maserati, nagyon szép, ilyen sportautók, meg régi autók. Ilyenkor, ha jó időben, jó időben sok ember elveszi az autóját, úgy, mint én is, ugye, és csak mennek egy kört, lejön a partra, mindenfelé. De azon gondolkodtam, hogy legközelebb, hogyha Lukasz jön velem, vagy az öcsém, vagy a feleségem, vagy akárki, kimegyünk, és egy ilyen 5 perces videót csak megmutatom nektek az autókat. Nem tudom, lehet, hogy nem szeretetek annyira az autókat, vagy nem mindenki, de én szeretem őket megnézegetni. Na minden, csak gondoltam, mert rettentő sok volt te. Úgyhogy most készülődünk, és megyünk, aztán utána elmegyünk a boltba, a Lukasz ott van, a szüleimnél ugyanis ott aludt. Képzeld el, aztán úgy döntöttünk még mielőtt elmegyünk bevásárolni, elmegyünk és megnézzük az autókat, ugyanis nem sokára kell venni most már tényleg autót, mert ez az autó, ugye ez a Kia picike kezd lenni, és
Várjál, Davis valamit csinál, mit csinál? Valamit eldobott. Még mindig krumplit eszik. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit körülnézzünk. Nem fogunk most venni. Mi is ma zárva vannak. Be tudsz menni, de zárva vannak. Tehát nincs ott senki se, de be tudsz venni, tudod nézni az autókat. Csak gondoltuk, hogy szép az idő, és úgyhogy körbenézzünk. De most nem veszünk. Megjöttünk, te nagyon izgatott vagyok, komolyan mondom, nem tudom. Én szeretem az autókat, szeretek autókat nézni. Nem is tudom, hol kezdjük. Itt vagyunk a Mazdánál. Látod? Mellette van a Skoda is, és tudom, hogy nálatok sok Skoda van, nálunk nincsen Skoda, nem tudom, ki tudta, vagy ki nem, nekem a legelső autóm még Magyarországon egy Skoda, Magyarországon még egy Skoda volt, egy Skoda 100-as, nem, 110-es. Nagyon szerettem azt az autót, csak sokszor nem indul be. Na menjünk! Azért, hogy nem kell fizetni vasárnap, amíg itt az automata. Ja, várjál, le kell zárni az autót, nem hiszem, hogy valaki elviszi, de sose lehet tudni, hogy hol kötünk ki a végén. Na, kezdjük a Skodával, oda nézzél. Na milyen ez a Skoda, látod? Ilyen szép kerék van rajta. Ez a V... Ja, a VRS. Ja, szépen néz ki. Megnézzük a belsejét is. Nézd, ilyen szép sportülés van benne. Nagyon nem lehet látni, de... És nem tudjuk kinyitani, az ára pedig nem több, mint... $51,000. $51,780, te! $52,000, és még le is van árazva, $2,300 elengednek belőle. Menjünk tovább, ez túl drága, te Skodáért, ne vicceljünk már. Na, na nézd, látod, ez egy szebb Skoda, nem szebb Skoda, hanem szebb Skoda. $44,000, 890, Áthagyjunk a Mazdához, megnézzük először az MX-5-öset. Azt mondja a feleségem, hogy ilyen Mazdát kéne mennünk, látod? Ebből lehet pakolni, meg jó nehéz rá fellépni. Oda nézzél, látod? Ez a BT-50-es. Ez szépen néz ki, csak ez is olyan áru van, hogy annyit nem akarunk rá költeni. Látod, nem lehet látni a belsét, zárva van, hiába rángatod. Nyuszi, ne rángass, mert megfarjasztó. Ja! Na gyere, amíg megnézzük ezt az MX-5-eset más színűvel, oda nézzél. Na melyik szebb? A piros szebb, vagy pedig ebbe a színbe? Ha? Szerintem a piros a szebb, én azt mondom. Ez amúgy a 2 literes. Én úgy nézem, hogy ez a 2 literes. Látod? Szíre van fújva a tükör, abból lehet tudni más neki a kereke. Aztán ott a piros. Az olyan, mint az enyém. Nem, most vagyom, az is a 2 literes. Szíre van fújva a tükörje, meg más a színe. Na menjünk tovább, megnézzük a CX-3-ot, meg az 5-ösöket, mutatom. Itt vannak az 5-ösök, de csúnya kerék van rajta, te! Hármast akartam ahogy megnézni, nem az 5-ösöt, az 5-ösök kicsit nagyobb. Na várja, Davisnek ez tetszik, melyik tetszik? Ez tetszik neki, gyönyörű, de a színe, hát ez milyen szín, te nyuszi. Gyere, menjünk át a túloldalra, jó? Az is, neked mindegyik autó tetszik, tudom. Itt vannak a hármasak, látod? Te, nem is tudom, hogy melyik. Ez a piros, ez szép, ez a piros. Mit van? Felsőmnek ez a hármas tetszik. Te, nem tudom, talán ebben, nem? Ha nem is ezt akartuk megnézni. Nézd, ott egy fehér MX-5-es. Nézzük meg az MX-5-eset fehérbe. Oda nézzél, hogy néz ki fehérbe. Na. Ez is a 2000-es, látod? Ahol lehet tudni, hogy más a tükörje, tehát nem fekete, nem színe van fújva, és más neki a kereke, nem fekete, nem ez a szürkés. Ja, pirosnál maradunk. Na, menjünk arrébb, itt van a Volkswagen, látod itt a GTI, szép ez a GTI. Csak nem tudom, Volkswagen annyira nem tetszik. Na, gyere be, menjünk a Hyundai, hoppá, Hyundaihoz, és mindjárt megnézzük ezeket az autókat. Na nézd, valami ilyesmi nem lenne rossz, látod, ebből beleférünk. De még van ilyen gajtörő is ott az elején, látod? Válaszunk egy szint, mondjuk a fehéret. Nézzünk bele, mennyibe kerül. Már ebben nincsen ár, én azt hiszem, hogy nincs benne. De szép a belseje mondjuk. Nem lehet nagyon látni, mondjuk a kamerán. Mi van, Nyuszi? Menjünk tovább, menjünk, ott van a Veloster, nézzük meg a Hyundai Velostert, az is tetszik nekem. Melyikben? Az a pirosba, vagy a fehérben? Nem tudom, mindjárt nézzük, mi a különbség. Az egyik azt szerintem a turbós Veloster, a másik meg nem, az hát, a piros az a turbós, a fehér az meg csak a sima. Látod, a kipfogóról meg lehet állapítani, meg arról még, hogy rá van írva. Látod, ide rá van írva, hogy turbós.
Szépen néz ki ez a Veloster, ez amúgy három ajtós, mert ezen az oldalt egy ajtó van neki. Üveg a teteje, ezen az oldalon meg kettő ajtó van neki, látod? Itt van az ajtója, itt. És szépen néz ki, egy sportautó, sportos, nem csúnya. Ennyibe kerül, az ára nincs ráírva erre se. Én azt hiszem, hogy most amúgy leárazások vannak, mert ugye jön az év vége, miket szépen néz ki. Csak az a baj, hogy nem is baj, hanem azt mondtam, hogy két ajtós, de nem, mert három ajtós. Na már mindjárt meggondolom a feleségemnek, kíváncsi vagyok, mit szól rá. No, hova mentek? Hello! Azt mondta a feleségem, nem, mert csak két ajtó van rajta. Mondtam, nincs rajta két ajtó, egyik oldalán egy ajtó van, meg a másik oldalán meg két ajtó van, úgyhogy három ajtó van rajta. Plusz a hátsó ajtó, ami nem ajtó, csak az a na. De mindegy, a végén azt mondta, hogy nem is olyan rossz. Úgyhogy nem tudom, nekem tetszik. Na mindegy, átmenjünk a Chryslerhez, meg a Jeephez, azt is megnézzük. Mutatom a kedvenc autómat, hogy kivarrak fel a Chryslert. Azt mondta a feleségem, ez a Jeep, ez nem olyan csúnya, ez a Renegade, vagy hogy mondják magyarul. Látod? Le van most árazva, képzeld el, 26 ezer dollárra, 33-ról. 26 ezerre. Mentsél meg 7 ezer dollárt megspórolsz. Ez egy 4-es. Egy 4 literes, 6 sebességes automata. És nem csúnya. Amúgy ott a másik, hát az a Jeep, ez nagyon szép. Ez a piros. Főleg a jobb változatban, nem ebbe az alapváltozat. Még ez sem az alapváltozat, de van jobb változata. Hemi 6,4 literes motorral, Grand Cherokee. Az ára pedig... Ne, ez az SRT 8-as, te! Hát akkor azért 101 ezerről 94 ezerre le van árazva. Nem is az alap, csak azért néztem, mert általában fekete szokott lenni a kereke, de ezért nem fekete, amúgy nagyon szép. Látod? Nekem ez a Chrysler tetszik, oda néz. Látod? Főleg az SRT 8-asban, ez gyönyörű ez az autó. Nem mondjuk feketében, mondjuk, hanem fehérbe, vagy pedig pirosba. Ez nagyon szép. Legalábbis nekem rettentően tetszik. Várjál, menjünk tovább, hát hogy van egy pirosban nekik, múltkor volt nekik pirosban, meg fehérben is. Hogy te, ez gyönyörű ez az autó. Na minden, menjünk tovább. Még van sok zsip. Na itt van a feketében, látod? Erről beszéltem neked. Ugyanolyan, mint ez a piros, csak fekete kerék van rajta. Nem tudom, nekem fekete kerékkel jobban tetszik. Piros fekete kerékkel, mondjuk ez fehér, de... látod, feketére le van sötétítve, minden az gyönyörű. Ez is biztos olyan 100-110-20 ezer dollár. Ez itt egy Dodge. Oda nézzél, ez a Jeep ugyanaz, mint az a fehér ott kint, amit az előbb néztünk, csak más színűbe, és ez a jobbik változat. Ja, le van ez is árazva, képzeld el, 39 ezer dollárról, 33.880-ra, ez is egy 4-es, 6-sebességes automata, és ami tetszik benne, mutatom, más a belső, látod, én nagyon szeretem ezt a krémet, mind a Mazdában olyan a belső, ilyen krémes, és annyira ti nem látjátok mondjuk. Szép, nekem tetszik, de azt mondta a feleségem, ez olyan minden, nem is tudom, nem tetszik nekem. Nem tudom miért, meg ugyanolyan, mint ez a fehér, csak más a színe. Aztán van itt más színűben is, látod, ez 26 ezer dollár, azért, mert ilyen kerék van rajta, mutatom. Ilyen másfajta, kisebb, ezen nagyobb kerék van, ugye ez amit mondtam, hogy ez tetszik. Más a színe, a belseje pedig nincs annyira felszerelve. Ne nyomogasd az ajtót. Bár ez se rossz mondjuk. Nem tudom, a gyerekekkel az a más színű belső lehet, hogy nem lenne jó, ugye, mert az a krémes és a Davis Lassie. Várj, oda megy a feleségemhez. Davis Lassie lehet, hogy feketébe tényleg jobb lenne, mármint a belseje. Bár ez a szín, nem tudom, mit szóltak hozzá? Jó szín vagy nem jó szín? Melyik jobb szín? Ez a jobb szín? A piros jobb szín? Vagy pedig a fehér a jobb szín? Én azt mondom, lehet, hogy a fehérben még jobban néz ki. Itt ez a Veloster, megint látod, így néz ki előről. A piros, a fehér pedig így néz ki előről. A fehér az a nem turbos. Ha visszajöttünk a Volkswagenhez, megmutatom nektek a GTI-t. Nekem tetszik a Golf, még a GTI, még ez az egy, ami tetsz. Még a Passat is tetszik mondjuk, de nem tudom, annyira nem vagyok oda a Volkswagenokért. Ja, ahogy itt van ez a Volkswagen, oda nézzél, 76 dollár hetente. Ez is 76 dollár hetente, ugye annyit kell fizetni a kölcsönre vissza, és 5 éves kölcsönre adják. Aztán visszajövünk a Mazdához. Még nézegetem a Mazda 2-eseket is, de... nem tudom, az lehet, hogy egy kicsi talán. Átvezettünk ide a túloldalra, van a Citroen, a Peugeot, a Mitsubishi, meg a Porsche. Ugyanis úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy lehet, hogy egy Porsche-t veszünk, mert jobb is, meg drágább is. Mert...
Csak vicceltem, nem veszünk nagyon drága Porsche, te, komolyan mondom, rettentő drága a Boxster. Meg ez az alapabb autó, az alapabb Porsche, ugye olyan 120 000-tól, bár a Porsche ugye mindenhol drága, de nálunk nem tudom milyen, még drágább szerintem, mint bárhol máshol, de ugye van a trepjárója is, ami még drágább. Azért jöttünk amúgy ide, mert a Porsche itt van ugye ezen az oldalon, itt van mellettünk, és átmegyünk oda a Peugeot, meg a Citroen akarom nézni, van ez a kaktusz. Nekem a kaktusz az tetszik kívülről, belülről nem tudom, de kívülről tetszik, mert ilyen, az ajtaja, na minden, mutatom, bár ti biztos vagy láthatok, mert Európában ugye sok van, nálunk nem annyira elterjedtek ezek az európai autók, bár tudom, hogy Peugeot, Citroen, meg ezeket a francia autókat ugye sokan mondják, hogy nem a legjobb, bár sokan mondják, hogy jó. Na, kész van a Davis is, kapott ilyen napolajat, hogy nehogy leégjen, úgyhogy menjünk. Na oda nézzél, ott vannak a Porsche-k, ott állnak benne, még kint nem sok Porsche-t hagytak, csak egy ilyen négy darab volt, az is a terepjáró, a jobbikak azok ott benne állnak. Nem akarják azért azokat itt kint hagyni, de innét is lehet egy kicsit látni azt a fehéret. Jaj, te! Ja. Na innen egy Porsche-hoz nem megyünk, mert úgyse akarunk olyat venni. Ja, menjünk tovább a Mitsubishihez. Az az autó, amit nekünk szántak. Amúgy oda nézzél, látod? Ó, te, az a fehér, az gyönyörű ott a háttérbe. Még ez is olyan csúnya. Megtaláltam az autómat, oda nézzél, ez nagyon tetszik nekem ez a Citroen. Látod, itt a kaktusz. Látod, itt a kaktusz, látod fehérbe, és fekete oldalra, mondjuk ez barna, de feketével rettentően tetszik nekem. Azt mondta a feleségem, ilyen egy ronda autót még az életben nem látod. Én nem tudom, nekem annyira tetszik, fekete üveggel, fekete tetővel, oda néz, látod, üvegtetővel, ezzel az izével az oldalán. Ez, ugye, ez feketébe is jön, tehát ezt ki lehet cserélni. És mutatom, várjál hátul, hogy néz ki. Látod, nekem annyira, nem tudom, nekem tetszik ez az autó. A franciák mindig szép dizájn csinálnak, legalábbis nekem nagyon tetszik. Ja, a kereke is szép, le van amúgy árazva, mutatom mennyi az ára. $2000 most elengednek, ha 30.990-ről 28.990. Szóval várjál, mutatom a belsejét. Látod, egy másabb a színe, ilyen barna színe. És nem tudom, ami nem tudom megmutatni. Nagyon, mert nem illik ki az arcia, de szép. Az interneten mondjuk már láttam a fényképeket, tegnap estően nézegettem, nekem rettentően tetszik ez az autó. Szerintem jobban tetszik, mint a Jeep. Bár nem tudom, biztos, hogy van Európában sok ilyen autót. Ha gondoljátok, írjátok meg nekem, mit gondoltok róla, hogyha véletlen van nektek, kész. Hogy jó ez az autó, vagy nem jó ez az autó. Nem tudom, nekem tetszik. Na várja, menjünk tovább. Eljöttünk a Citroenhez, oda nézzél! Pirosba és feketébe, azzal a kombinációval, amit én rettentően szeretek. Te, feleségem meglátta, azt mondta, igen, ez szép ez az autó. Bevásároltunk, hazaérkeztünk, úgyhogy elment majdnem a délután, a Davis elment, képzeld, a szülemezőjön is találkoztunk velük. Úgyhogy most elpakolunk ugye a sok mindent, amit vettünk, aztán elmegyünk és felveszünk a Davis-t, megnézzük a Lucas-t, meg ugye a szülemet. Ugye ezt a videót azt mondom, hogy lassan befejezem, ugyanis lehet, hogy egy kicsit túl hosszú lesz, mert túl sok autót néztünk. Próbáltam nem mindent lefilmezni, ugye én szeretem az autókat, és mivel én szeretem az autókat, szeretem őket nagyon filmezni is, de már a feleségem is azt mondta, hogy túl sok, nehogy átmenjünk a másikhoz is. Ugye a Hondához átcsentünk, a Holdenhez, a Fordhoz, a Nissanhoz, aztán még sorolhatnám, ugye ott van egy nagyon sok autókereskedő, de majd egyszer, amúgy... Csak nézegettük őket, nem mondom, hogy most veszünk. És ezt a videót most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy nézzétek ezt a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!